Na jó, akkor én neki is látok. Indul is a mandula. Szóval, hogyha az ember ennyire fáradt, akkor itt van az ideje kávézni egyet a kedves nézőkkel. Ugye elég sűrű minden, de azért tartom magam, meg rengeteg témám van, de az az igazság, hogy néha csak ugyan eléggé besűrűsödnek a dolgok. Na most hát az történt a héten, hogy, illetve a múlt héten tulajdonképpen már, hogy ugye a magyar sajtó is írt adott róla, hogy a Fudan Egyetemen, Kínában valaki megölte a pártitkárt. Bement és megkéselte a pártitkárt. Most az a nagyon érdekes, hogy erről ugye a magyar sajtó az nagyjából ennyit írt, amennyit én most elmondtam. De hát ez egy sokkal érdekesebb probléma ennél, hogy mi történt pontosan és miért. És akkor érdemes egy kicsit elmerengeni róla. Különösen a tekintetben egyébként, hogy egyre erősebb a nyomás az egyetemi oktatókon is, hogy publikáljanak, és ez az egész azért részben ezzel is összefügg. Sürgősen fel kell iratkozni, lájkolni és beállítani az értesítést, mert ez egy szuper csatorna. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Tehát az történt, hogy ugye ezt láttam, hogy valaki megkéselt egy pártitkárt az egyetemen, Kínában, de nem tudtam, hogy mi történt, és aztán utána ugye be van az ember ide-oda regisztrálva, és kaptam egy hírlevelet a World University News-tól, ami egy eléggé ismert ilyen újság, gyakorlatilag egyetemi hírekkel foglalkozik. Ezt ajánlom nektek egyébként, hogyha valakit érdekel az, hogy a világ egyetemei mi zajlik, akkor ez az egyik, és a másik pedig a Times Higher Education, ami tulajdonképpen a Times-nak, a Brit Times-nak egy felsőoktatással foglalkozó ilyen külön kiadása, illetve oldala. Most azt történt, hogy itt leírták, hogy konkrétan mi történt, ami szerintem egy érdekes, tényleg nagyon érdekes dolog. A helyzet a következő. Az történt, hogy Kínában nagyon sok olyan program van, amivel ugye külföldi tudósokat akarnak Kínába csábítani. Ezek egy részében egyébként nagyon sokszor kínaiak vesznek részt, akik amúgy mit tenni, az Egyesült Államokban vagy a briteknél oktattak, és aztán utána hazamennek Kínába. Ugye van nekik ez a Thousand Talents program, ami ebből a leghíresebb, ez a 1000 tehetség programja, ugye magyarul valahogyan így lefordítva. Általában ez azzal jár, hogyha valakit sikerül elcsábítani, akkor elég sok pénzt kap, tehát hogy tényleg ilyen nagyon vaskos fizetést, egyébként körülbelül ilyen amerikai szintű fizetést, és minden egyebet. Jó? Na most ezeknek a programoknak azért különböző verziói vannak. Van olyan verziója, amiben szimplán csak annyit kell csinálni, hogy hazamegy, és, vagy hát Kínába megy, és akkor ott ír. És hát van olyan verziója, ami nagyon kemény feltételeket köt ki. Tehát azt mondja, hogy bizonyos mennyiségű, meg minőségű publikációt meg kell jelentetni, és hogyha nem jelenteti meg, akkor gyakorlatilag automatikusan kirúgják. Itt ebben az esetben ugye az történt, hogy hazajött egy jó ember, ő emlékeim szerint előtte, mérget nem merek rávenni, mint hogyha Rogerson volt, lett volna, ugye Amerikában, illetve valahogyan, mintha Johns Hopkins talán. Tehát tényleg ilyen elég erős egyetemeken, és aztán utána hazament, nála, ugye Fudanról beszélünk, tehát tényleg egy ilyen, ugye az elit kínai egyetemről, tehát nagyon erős ilyen publikációs követelmények voltak, aminek nem felelt meg, és emiatt ki akarták rúgni. És állítólag ugye itt jött ki az, hogy akkor fogta magát, és akkor megkéselte ugye a pártitkárt emiatt. Gondolom azt gondolta, hogy gyakorlatilag összeomlik a karrierje, ami valljuk be, így is van, tehát végül is hazamegy az Egyesült Államokból, és hát aztán utána tulajdonképpen munkanélkülivé válik. Egyébként Kínában van egy lista, ami a legjobb lapokat tartalmazza, jó részt amerikai, meg brit lapok egyébként, és nagyjából ezekbe várt írniuk, tehát mondjuk a világ ilyen top lapjai, összeállították, és akkor ezekbe várt írni. Ezt a listát egyébként én a jogászoknál láttam, tehát nem tudom, hogy más tudományban hogyan működik. Na most hát ez történt, és azon gondolkoztam, az egy dolog, hogy mondjuk a magyar sajtó semmit nem ír róla, meg nem megy az egész sztori mélyére, pedig mehetne, és tulajdonképpen ez tényleg egy ilyen nemzetközi egyetemmel foglalkozó labból kell megtudnom a részleteket.
De egyébként amúgy is nagyon-nagyon elgondolkoztató ez, méghozzá általában a teljesítmény értékelésekre vonatkozóan. És tulajdonképpen ez a videónak a második fele, ez nagyjából erre szeretnék kitérni, mert egyébként elég problematikus az, ami a világban zajlik, és gyakorlatilag Magyarországon is kezdik átvenni ezt a fajta őrületet, sőt, tulajdonképpen bizonyos értelemben Magyarország még erősebben követ, mint mondjuk más államok. És szerintem ez elég problémás. Tehát miről beszélek? Arról, hogy egyre inkább, főleg az utóbbi 10-20 évben felgyorsultak azok a folyamatok, amik a világban, a világ tudományos életében mondjuk, különböző nyugati államokban, de egyébként nem csak nyugati, hanem ázsiai államokban, stb. Szintúgy, amik ugye azt preferálnák, hogy bizonyos lapokba publikálj, ezek a lapok legyenek nagyon-nagyon színvonalas lapok, vannak különböző ilyen számok, mérések, hogy mik a legjobb lapok, lehetőleg ezekben. Ugye a jó részt a hivatkozások alapján, tehát hogyha megjelentetsz egy-egy cikket, akkor mennyit hivatkoznak rá, illetve rád. És hát gyakorlatilag 88 féle ilyen mérőszám van mára már. Ugye, mit tudom én, a társadalomtudományban mennek ezek a Q1, Q2, Q3 szintű lapok, tehát így be van osztva gyakorlatilag a lapok jó része, és hogyha mondjuk szimplán csak publikálsz valamit angolul, az egyébként nem feltétlenül akkora erény, hanem itt is lehetőség szerint mindenkinek be kéne kerülnie ezekbe a top elit lapokba. Na most mi a problémám ezzel a rendszerrel? Tehát egyrészt az a probléma, hogy én azt látom, hogy valami fajta rendszerre Magyarországon szükség lenne, hogy lehetőség szerint minél többen publikáljanak nemzetközi szinten. Én azt is látom, hogy bizonyos közegek azért eléggé megrekedtek egy ilyen magyaros szinten. Szerintem a társadalomtudományon belül, és ezt itt tágan értelmezem, ide értem a jogot is, azért nagyon sokszor azt gondolják emberek, hogy ezek nemzeti tudomány, ezért elég magyarul írni, nem kell idegen nyelven írni, és elég csak bizonyos lapokba írni magyar nyelven. És én látom azt, hogy ez azért elég problémás. Ugye egyébként a jogról is ezt szokták elmondani, hogy a jog az nemzeti tudomány, szerintem marhára nem nemzeti tudomány, sosem volt az. A jog az alapvetően mindig is arról szólt, hogy nézzük meg, hogy hol mi megy, milyen megoldásokat alkalmaznak, és vajon értelmese, hogyha mi is ezeket alkalmazunk. Én ezt nonszensznek gondolom, amikor a jogtudományra úgy gondolnak, mintha az nemzeti tudomány lenne, de mindegy, hát lelkük rajta. De ugyanez a helyzet egyéb társadalomtudományok terén is egyébként. Azt látom, hogy nagyon sokszor magyarok magyar lapokba írnak, és nagyon sokszor még az is kevés, tehát még ott is viszonylag keveset írnak. Ugye erre elkezdődött tényleg egy olyan folyamat 2010 után, hogy elkezdtek mindenhol ilyen kreditrendszereket bevezetni, méricskélni, hogy ki mennyit ír, ki milyen helyre ír, stb. És egyébként ez nagyon-nagyon érdekes, hogy kezdetben én támogattam ezeket a folyamatokat, azt gondoltam, hogy ez egy jó dolog lesz, hát nézzük meg, azért fontos, hogy tényleg nemzetközi szintre eljussunk. És aztán utána én azt láttam, hogy egyre inkább ez az értékelések, méricskélések, stb. Ez szimplán csak mondjuk a politikának lett egy ilyen szuper eszköze arra, hogy a tudósokat elkezdje megrendszabályozni. Tehát én látom azt, hogy el kellene mozdulni nemzetközi irányba. Látom azt, hogy sokan ezt nem teszik meg. Sokan ugye azt szokták mondani, hogy Magyarországon világhírűek, stb. Ez így igaz. De közben azt gondolom, hogy ilyesfajta eszközökkel marha nehéz, amikor elkezdenek minden tudományt mérni. Miért? Két dolog miatt. Szerintem több pontja van, ahol ez nagyon problémássá válik, de kettő az egész biztosan. Az egyik az, hogy az idézettség az nem minden. Tehát a tudományon belül azt gondolják, hogy az, hogy hányan idéznek téged, az egy ilyen nagyon fontos mérőszám. Ez az egyik, amire ez a rendszer épül, szerintem nem annyira fontos. Nagyon sokszor olyan dolgokat is meg szoktunk hivatkozni, amit marhaságnak gondolom. Tehát nagyon sokszor az idézettség az nem feltétlenül mutat szerintem valódi számokat. Ráadásul vannak bizonyos közegek, amiben körbeidézgetik egymást. Tényleg látom ezeket a klikkeket egymás körül, nagyjából ugyanazt fogják mondani, és körbeidézgetik egymást. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mondjuk értelmes tevékenység. És akkor utána erre lehet mondani, hogy jó, persze, hát őt idézték a legtöbbet, de egyébként nagyon sokszor a legtöbbet hivatkozott szerzőkről én nem feltétlenül gondolok annyira jókat. Sem a jogtudományon belül, sem a politika tudományon belül. Nem feltétlenül gondolnám, hogy ők a legjobbak. Szimplán csak valahogyan sikerült a mainstreambe, a durva mainstreambe bekerülni, és kötelező meghivatkozni, különben nem fogják megjelentetni a cikkedet.
Tehát ez az egyik. És aztán a másik pedig az, és ez olyan érdekes, mert ez tényleg ma is úgy előjött itt, amikor záróvizsgáztattam valamelyik záróvizsgán, hogy egyébként van egy ilyen uniformizálódás, ami arról szól, hogy mindenkinek a nyugati tudományhoz kell igazodnia. És vannak a nyugati tudományban bizonyos trendek, amiknek meg kell felelned, és hogyha nem felelsz meg, akkor marha nehezen fogják megjelentetni a cikkedet. Onnantól kezdve attól függ, hogy van-e szerencséd, vagy nincs szerencséd. Mondok példákat, konkrét példákat. Én például nem gondolnám, hogy ez, amiben jelenleg élünk, ez populizmus lenne. Ez egy kisebbségi vélemény, ugye persze látom, hogy mit a tudósok 5-10%-a gondolhatja így. Illetve hát általában bologatni szoktak, amikor elmondom ezzel az egész populizmus dologgal kapcsolatban a véleményemet, de ezt nem feltétlenül jelentetik meg. A lényeg az, hogy szerintem ez nem populizmus, ami Magyarországon van, az sokkal inkább egy ilyen autoriter konzervativizmus, meg fasizmus jelegyéből gyújt valami, ezt ilyen posztfasizmusnak hívom. Tehát ugye erről már esett itt szó. Ez a kisebbségi vélemény, tényleg nagy-nagy mákon van, hogy ezzel kapcsolatosan tudok viszonylag jó helyeken publikálni, de ez nagyon sokszor szerencse, illetve az, hogy megnéztem, hogy hol a főszerkesztők hol gondolhatnak talán valami hasonlót. És hogyha ezzel kapcsolatosan publikál az ember, az esetek jó részében nem fogják megjelentetni a cikkeit. Azért, mert van egy mainstream tudomány, amihez, hogyha nem alkalmazkodsz, akkor az ki fog vetni magából, mindig vannak trendek. Na, nagyon érdekes az, hogy ezek a trendek, ezek 5 évente vagy pár évente is változhatnak. Tehát lehet, hogy mondjuk ezelőtt x évvel mondtál valamit, és akkor azt mondták, hogy ez hülyeség, majd később mára már el fogják azt fogadni. Például azt, hogy mondjuk Magyarország módszeresen szétveri a belső piacot. Emlékszem rá, amikor az első cikkeket megjelentette az ember, néha egészen vad ilyen review-kat kaptunk. Ugye ilyenkor 2 embernek kiadják értékelni. Mára már pedig ez szinte evidenciává válik, és valószínűleg nyugodtan átmegy, akár ugyanazokon a lapokon is. Tehát egészen egyszerűen nagyon sokszor szituatív, hogy mit szeretnek, mit nem, és nagyon sokszor arról szól, hogy mi a trendi. És hogyha a trendit megcsiped jól, pántikás szépen fel, akkor ez működik. Nagyon furának tartom, hogy tudósok azért, mert ezekbe a lapokba írnak, és sokat írnak, azt gondolják, hogy ők értékes tudósok. Magyarországon is van egy pár ilyen, nagyon büszkék rá, hogy Q1, Q2 és milyen helyeken jelennek meg, miközben szerintem nagyon sokszor lényegtelen dolgokkal foglalkoznak. Tehát teljesen érdektelen az, hogy megjelenik egy ilyen-olyan-amolyan labban számomra, hogyha egyébként semmi lényegeset nem mond. Ez ilyen sajátságos önigazolás a tudomány részéről, meg a tudósok részéről, hogy milyen jó labban jelent meg. És ne értsük félre, én is azért szoktam ilyen helyekre írni, de egyébként nem feltétlenül gondolnám azt, hogy mondjuk ez a világ csúcsa. Tehát velük szemben én mondjuk büszkébb vagyok, teszem azt a tankönyvemre, ami régebben ugye más pár ilyen nagyobb professzorral jelent meg, és abból tanították ugye a nemzetközi magánjogot a legtöbb jogi karon. Bizonyos értelemben fontosabb nekem az a magyar nyelvű tankönyv, amire semmilyen különösebb pontot nem kaptam vagy kapnék, mint sok más cikk. Tehát ez az egyik oldala ennek. A másik oldala pedig az, hogy egészen egyszerűen a tudomány szerintem nem így működik. Tehát ha megnézzük, nagyon sokszor megjelenik valami, és utána azt elássák, azt mondják róla, hogy jó, megjelent, hát ez marhaság. Nagyon sokszor Amerikában a harmadvonalas kiadóknál jönnek ki marha érdekes könyvek, amik 20 év elteltével nagyon érdekesek lesznek. Néha már a kiadók is megszűntek, és mégis ott van a könyv. Tehát meg fölvásárolta más, tényleg. Tehát nagyon sokszor eltelik mondjuk 30-40 év, és akkor veszük észre, hogy az egy komoly könyv volt. Ez egyébként nem az én saját gondolatom, hanem ezt a Csaba László professzor is egyszer elmondta, és egyébként én teljes mértékben vele egyet tudok érteni. Tehát amikor azt mondja, hogy igen, 50 év eltelik, és úgy az a könyv, ami akkor azt mondták, hogy hát ez nem is tudomány, az hirtelen nagyon fontos lesz. A másik, hogy ilyen szempontból ez az egész rendszer, ez egyébként a folyóiratokba való publikálást preferálja, ami arról szól,
hogy bizonyos folyóiratokba kerülj be, csak hogy ezek adatbázisok mögé el vannak rejtve, hogyha egy egyetem vagy egy országnak nincsen annyi pénze, hogy ezeket megfizesse, akkor nem fogják tudni letölteni, illetve hát már itt is ugye probléma, akár nálunk is, hogy mondjuk nekem, hogyha megjelenik valamim, akkor a nézők fele azt, hogy nem tudom kommunikálni. Már itt problémát jelent ez, hogy vajon az emberek hogyan érik el, és hát gondoljunk bele szegényebb országokba. Tehát a szegényebb országok perspektívájából ez a rendszer ez úgy néz ki, hogy jó részt a nyugati lapok nyugatiak által szerkesztett nyugati lapokba, jó részt 95%-ban nyugatiak írnak. Most is ugye írok egy kötetbe, de ott is gyakorlatilag ugyanez a helyzet egyébként. Ugye általában én vagyok az egyetlen kelet-európai ezeken a helyeken. Mindegy is. De hogy jó részt ők szerkesztik, ők csinálják, a standardeket ők hozzák, azt is, hogy hogyan áll ez az egész. Ugye az EU egyébként ebbe rengeteg pénzt belenyom, de hát ott is a standardeket, ugye nagyjából tudva levő, hogy pár egyetem dolgozza ki, és végül is nem csoda, hogy ezek visszakapják a pénzt amúgy. Tehát az EU bizonyos értelemben nyugati egyetemekbe önti a pénzt, a kevésbé versenyképes vagy kompetitív keletiek helyett. Tehát, hogy még ezzel így rá is lehet turbósítani, és a külvilág az pedig végképp le van ejtve, tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk a világ különböző részein hozzá tudnak-e férni a tudományunkhoz, vagy sem. És hát ennek megfelelően ezekhez a standardekhez kell alkalmazkodni, amiket ugye nyugaton kitalálnak. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyesfajta tudományos rendszerben persze részt kell venni, mert részt kell venni. De nagyon fura az, ahogyan a magyar tudományban így segre ülnek ettől. Tehát azt gondolják, hogy hát ezt egy az egybe le kell követni, és akkor ilyen végtelen szervilitással követik le. Voltam 2 éve Svájcban egy konferencián, nagyon érdekes volt, tényleg ilyen helyes emberek, eleve Svájcot azt nagyon szeretem, meg voltam ott ösztöndíjas is, meg tényleg, meg megyek is vissza jövőre, nagyon jópofák, normális emberek. És ott annyira érdekes volt, hogy azt mondták, hogy egyre inkább az open source publikációkra helyezik a hangsúlyt, és egyre kevésbé arra, hogy a cikkeiket elássák ilyen nagyon fancy lapokba. Ők megtehetik azt, hogy akár alapítanak is lapot, van annyi pénzük egyébként, hogy bármelyik nagyobb kiadónál nyugodtan kiadják alapjaikat, stb. Csak azt gondolják, hogy a jövő az nem ez. Tehát egészen egyszerűen nem az. Ez érdekes volt, mert én nem vagyok ebben biztos, hogy a jövő az nem ez. Egészen egyszerűen azért, mert én nem látom azt a nemzetközi tudományos közösségen, hogy rádöbbenne arra, hogy mennyire amorfak ezek a viszonyok, amiket mi csinálunk. Hát valamiért én egyáltalán nem látom ezt a fajta rádöbbenést, de hogy minden esetre az tényleg érdekes volt, hogy ők például mondjuk svájci perspektívából nincsen ez a megfelelési kényszer. Ugyanilyen a német perspektíva is, a németeknél nagyon sok tudós németül ír. Tehát a német jogászok egy része az németül fog írni tradicionálisan, német ilyen nagy kommentárjaik vannak, a nagy német kiadók nagyon sokszor ugye a németül írt disszertációkat németül adják ki, és általában ezt egy várándítással elintézték nagyon-nagyon sokáig, hogy hanyadik helyen vannak az egyetemeik, hogy milyen lapjaik vannak, stb. Az utóbbi időben ez megváltozott, de hogy mennyire fura azért ez a helyzet, tényleg itt is úgy változott meg, hogy a német egyetemeket egyszer csak előrébb sorolták, tehát ugrott egy csomó német egyetem, ugye a nemzetközi listákon. Miért? Mert valamelyik lista azt csinálta, hogy egészen egyszerűen figyelembe vette a német nyelvű publikációkat is. És akkor innentől kezdve hirtelen följebb jöttek az egyetemeik. Amit én elég komolytalannak tartok megint, tehát ahhoz képest, hogy ezek ilyen nagyobb listák, hát azért ezt szerintem megint csak nem így kéne csinálni. Tehát bizonyos értelemben én azt látom, hogy nálunk van egy ilyen szervilitása, ahogyan az egész tudomány menetel mondjuk a nyugati világ mögött, ez az egyik csapat, és akkor a másik csapatnak meg azokat látom, akik vagy nem írnak, vagy alig írnak, vagy ha írnak, azt is csak magyarul,
De egy valahogy azt az egyet nem tudom megérteni, hogy miért nincs itt egy normális balansz valahol a kettő között. Tehát amikor ilyen természetesen, persze, nem azért nem fogok könyvet írni, mert mit én azt mondják nekem, hogy csak folyóiratokba publikálhatok. Kit érdekel? Tehát hogyha könyvet van valakinek kedvein, akkor írjon könyvet, mert az érték tök mindegy, hogy hány pontot meg kreditet kap, és hogyha esetleg nem kap érte kreditet. Tehát hogy ez az egész szerintem halálosan abszurd, tényleg a maga nemében, ami itt folyik, tehát az egész ilyen, bizonyos értelemben ilyen tudománygyilkos. De a másik oldala pedig tényleg az, hogy közben én azt sem gondolnám, hogy ezt a Magyarországon világhírű dolgot, ezt így ilyen formában fenn kellene tartani. Tehát, hogy emberek tényleg gyakorlatilag azt képzelik, hogy nem egy tudósnak mára már nem lenne feladata bármilyen társadalomtudósnak, de egyébként szerintem más tudósnak is, tehát én nem értek hozzá, de gyanítom, hogy ez azért a természettudományokban is így van, meg bárhol. Tehát, hogy nem kéne nemzetközinek lenni, nem kéne elolvasni, hogy hol mi zajlik, és egyáltalán nem kéne követni azt, meg részt vennie benne. Tehát, hogy ezt teljesen abszurdnak tartom. Ugye ilyenkor szoktak azzal jönni, hogy túlterheltek, ez van, az van, amaz van. Én látom ezt persze, hogy egyre túlterheltebb a rendszer, egyre erősebb a követelmények, de hát akkor is e felé kellene elmozdulni. Én biztos, hogy nem verném le ilyen vérmesen, szigorúan egyébként mindenki, már csak azért sem, mert nem szokás tudni, de néha 2-3 év, amíg megjelenik egy írásunk. Tehát azt képzeljétek el, hogy ami most kijön, és úgy volt, hogy egy hónapja jön ki, de még mindig nem jött ki az egyik cikkem, ami tényleg egy fontos labban fontos lenne, az körülbelül 3 éve állott. Keresztül ment 2 ilyen review-n, amikor visszadobta, ugye, vagy nem visszadobták, de mondták, hogy ezt azt építsek bele, beépítettem, megírájültek, úgy volt, tavaly ősszel jön ki, most tavasszal jön ki, most már tényleg jön ki, és most már csak a kiadónál van, de még mindig jön ki. Tehát körülbelül mire kijön, lehet, hogy eltelik akár 3 év is. Tehát az egészet teljesen extrémnek tartom, és azt végképp extrémnek tartom, hogy mondjuk a tudósoknak az életét azt ennyire, tehát ilyen militánsan kellene elképzelni, hogy hát ha nem jön ki, akkor rossz tudós vagy, ha pedig kijön, akkor meg jó tudós vagy. Tehát én azt el tudom képzelni, ezt ki lehet maxolni, annyira, mint mondjuk ezt kimaxolták ezeket a dolgokat ugye a Fudanon, de azt gondolom, hogy nem érdemes, mert szerintem egy tudományos pálya az azért valahol ennél többről kell, hogy szóljon, és valahol ennél értelmesebbről kell, hogy szóljon, mint ezek a gagyi önigazolások, amiket mondjuk most már nemzetközi szinten mindenhol látunk. Na jó, erről csak ezt akartam mondani, innen folytatjuk, van egy csomó témám mindenféle egyébként, tulajdonképpen nem is erről akartam beszélni, hanem valami teljesen másról, de ugyanakkor mégis így alakult, leginkább tényleg azért, mert ez így szembe jött, és ezt azért elég furának gondolom, és egyébként szerintem az átlagembernek is érdekes lehet, mert nagyon sokszor az átlagember azt gondolja, hogy ó, hát a tudósok ott elpiszmognak, meg írnak, meg milyen nyugodt életük van, hát nem, szerintem ez egyre inkább arról szól, hogy milyen a tudománymetriád, ilyen szám, olyan szám, megnézzük, hányan hivatkoztak rá, hányan nem, ezért így hivatkoznak, úgy hivatkoznak, ide írtál, oda írtál, és akkor mindenkit lehet méricskélni, és akkor tényleg jöhet az idegbaj, hogyha a valamit nem jött ki, vagy nem úgy jött ki, vagy nem tudom, várnak vele még egy évet, vagy nem tudom, már háromszor javítod át, és akkor utána még mindig nem hajlandóak megjelentetni. Most arról már nem is beszélek, hogy mennyi hülye review-t kapok tényleg szuperlapoktól, tehát néha egészen elképesztő mélységekbe tudnak süllyedni ezek az értékelők ott a túloldalon, akik írnak róla, jó? Ezt is elég furának tartom. Na jó, köszönöm szépen, csak ennyit akartam, kicsit hosszabb is lett, de se baj, akkor innen folytatjuk. Szevasztok!